A Sons of the Forest egy játék valaha. És hogy miért mondom ezt? Nos, ebben a videóban fogom kifejteni a véleményemet az első benyomásaimról a játékot illetően. Előző hétvégén 12 órában konkrétan végigjátszottuk a Sons of the Forest-et két stream keretein belül. Ezeken a streameken sokan ott voltatok, az átlag nézőszám duplája volt egyébként, és ezt stabilan tartottuk is. És csúcsidőben valami 150-en is voltunk, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ennyire érdeklődtek a játék iránt. És mindemellett elértük a 22.000 feliratkozót is, ami egy hatalmas teljesítmény tekintve az előző stagnációt így a 21.000-esek környékén. És hát rengeteg új csatornatagot is üdvözölhetünk köreinkben. Úgyhogy teljesen pozitív visszhangja volt a csatornán a Sons of the Forest-nek, viszont arra gondoltam, hogy ebben a videóban beszélek arról, hogy így összességében mit gondolok a játékról, illetve hogy még mi fog következni belőle a csatornán. Nagyon sok visszajelzés érkezett arra a videóra, amiben a Sons of the Forest-ről beszéltem először, és hát a videó kapott egy korhatárt is a YouTube-ra, hát nehogy már jó teljesítje egy videó anélkül, hogy lenne rajta valami. Szóval ja, a videó valószínűleg korhatáros is marad, lekerült a főoldalról, szóval valószínűleg többen nem fogjátok már azt látni, annyian, mint azelőtt, azt meg pláne nem. De se baj, ugyanis még tervezek csinálni videókat a játékról, és remélhetőleg azokat az algoritmust, illetve maga a YouTube nem fogja korhatárossá tenni, mert hát bum-bum-bum, verekedünk egy videójátékban. A szörnyű dolog. De akkor mik is az első benyomások a játékról? Nos, már az, hogy sikeres a játék, az el van könyvelve, tehát hogy a Steam az konkrétan meghalt, amikor megjelent a játék, az magáért beszél. Viszont egyből, amikor elindítottuk a játékot, felfigyeltünk valamire, és ezt utólag is tapasztaltam nagyon sok streamernél, hogy a játék teljesítménye nem a legjobb. Ez várható volt, hiszen az optimalizáció még nem volt úgy nagyon előtérben szerintem a fejlesztések során, de remélhetőleg ez a közelgő patchekben javítva lesz majd. Az első benyomások nálam pozitívak voltak az FPS-t leszámítva egyébként, tehát konkrétan az az új kraftolási mechanika, tehát hogy tüzet hogyan kell rakni, építkezési rendszer, meg a Kelvinnek így önmagában a létezése is hatalmas pozitívum volt nálam. És lehet nézelődni a menübe. Jézusom, van pálinkám, köves fiam. Mi a... Megbotlottam? Mi a szar volt ez? Ó! Oh, hallod, itt lehet lámpákat is... Ó, oh, lehet színezni is, mi a... Amikor először kipróbáltuk a játékot, akkor a parton értünk földet a helikopterrel, és egyből bementünk egy barlangba, ami ott volt a közelben. És hát mondanom sem kell, bemutatkoztunk a helyi mutánsoknak is. És itt jön az első kivetni való problémám a játékkal kapcsolatban, mégpedig az, hogy a barlangok nagyon is érdekesen lettek megoldva. Ott van valaki. Aha, itt vannak ketten. Ó, itt egy újjas, itt egy újjas! Tehát jelenleg úgy néz ki a játék szerintem spoilermentesen egyébként, hogy vannak barlangok, amikben jóformán semmi sincsen. Tehát konkrétan van egy darab kis lyuk, abban vannak ládák, amiben van loot, és körülbelül ennyi. És vannak barlangok, amiben sikerült véletlenül először beletévednünk, amiben konkrétan copy-paste-elve vannak ugyanazok a mutánsok. Szerintem ez nem game design jelenleg, ez csak placeholdernek van. Egyébként a játékban rengeteg dolog érződik placeholdernek, például az üres barlangok nagyon remélem, hogy placeholderek jelenleg, illetve az, hogy a barlangok tömve vannak mutánsokkal, ahol konkrétan van is valami, tehát az nagyon remélem, hogy nem így lesz a végleges buildben, mert már egy bizonyos ponton már annyira untuk a mutánsokat, illetve a velük való harcot, hogy csak keresztül futottunk a dolgokon. Viszont értelemszerűen pozitív a belátásom a játékra, tehát az első találkozásom egy ilyen komolyabb benszülöttel, az is egy érdekes dolog volt. Éppen nyúlra vadásztam, amikor csak úgy megjelent ott a semmiből. És a kis késsel csinálja azt, amit az izével. Az ki? Hallod? Az ki? Hm? Ott van valaki. Én találtam itt egy edény. Hallod? Ez a falis úgy jött ide, hogy vágtam ilyen a nyulat, és így... Ez ki? Kipróbáltuk az építési rendszert is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tényleg nagy lépés a Forest-től. Tehát jelenleg az, hogy konkrétan free to build így minden, tehát teljesen személyre szabható az egész dolog, nekem az nagyon tetszik, és nagyon kreatív, viszont kétszer annyi időbe is telik, tehát én elkezdtem építeni egy házat így single playerbe, és két óra alatt eljutottam addig, hogy ennyi megvan belőle. A túlélő könyv is visszatért Second Edition-nel egyébként, tök érdekes. És hát azt kell mondjam, hogy nyilván hiányos, tehát jelenleg közel sincs annyi építmény benne, mint a sima Forestben volt. Ezt lehet arra fogni, hogy jaj, hát persze, mivel magától meg tudsz építeni egy csomó mindent, de ettől függetlenül is úgy érzem, hogy még nagyon hiányos ez a könyv, illetve hogy még rászorul kis fejlesztésekre a dolog. Kelvin, hát hú, Kelvin az egy külön dimenzió jelenleg, tehát lényegében Kelvin az a társ, aki csendben van és csinál mindent, amit kell. Egyébként ugye beszéltük azt is az előző videóban, hogy Kelvin, hogyha túl van dolgoztatva, akkor nem csinálja a dolgát, stb. Illetve visszautasít. Velünk még ilyen nem volt egyébként, tehát egész jól bánnunk Kelvinnel.
Egy érdekes dolog, amit megfigyeltem, ezt egyébként TikTokon terjedt el nagyon, hogy Kelvin az konkrétan utálja a faházakat. Tehát jelenleg az a mém forrása a játékban, Kelvinnel kapcsolatban, hogy a Pali elkezdi kivágni a fát, amit építkezel, és akkor így lerombolja az egészet, és a legjobb az egészben, hogy utána nem az van, hogy így csak ott áll és így nézenk, hanem még lájkolja is ezt a bejegyzést, ez zseniális. Természetesen, mivel Early Access a dolog, tele van a játék bugokkal is, és akkor beszéljünk a lore-ról, hát ugye rengetegen kérdeztétek már azt is, hogy a lore-ról lesz-e külön videó, nyilván lesz, de nem most még, ugyanis jelenleg a lore az úgy néz ki, hogy van, de befejezetlenül. Ugye a dokumentumok és a többi ilyen feljegyzés, amik fontosak a lore szempontjából, nem visszatekinthetőek. Tehát fel tudod venni őket, a játékban meg tudod nézni őket, le tudod fotózni őket nyilván, de az inventoryból nem visszatekinthető. Így ez is arra enged következtetni, hogy nagyon a lore része még nincsen befejezve, illetve hát spoilermentesen az ending az jelenleg érthetetlen a legtöbb ember számára, és nem is csodálkozom. Tehát jelenleg úgy érzem, hogy ha elkezdek egy lore videót csinálni a játékról, folyamatosan falakba ütköznék azzal kapcsolatban, hogy mi nincsen még implementálva a játékban, mi nincsen még megmagyarázva logikusan a fejlesztők által, a játékon belül nyilván. Tehát nem az van, hogy az arcomba kell mondani, hogy mi a játék története, hogy megértsem, csak szimplán úgy kezd elképzelni, mint egy puzzle-t, aminek nincs meg az összes darabja, mert hát early access. De nem egyébként, ettől függetlenül így úgy érzem, hogy valamit lehetne csinálni ezzel kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy egy spekulációs lore videó az, amit a legjobban el tudok képzelni ehhez még, más nem igazán. Viszont egy hasonló kaliberű videó, mint a Forest története videó, az még szerintem váratni fog magára, vagy addig, amíg megjelenik a teljes játék, tehát kijön az early accessből, vagy amíg annyi puzzle darab össze nem gyűlik, hogy össze lehessen eszkabálni a történetet annyira, hogy az értelmet is nyerjen majd mondjuk. A fordítással kapcsolatban még ugye mi intézzük a fordítást többek között. Elkezdtük a folyamatot, jelenleg a srácok már dolgoznak rajta, és elég érdekes dolgokat is derítettek ki, miközben ezt csinálták. Például az, hogy vannak a játékban dolgok, amiket még nem addoltak, de már jelen van a játékfájlok között, ilyen például a távcső is. Rengeteg más dolog van még, amiket itt majd megmutogatok nektek. Fejből én sem emlékszem mindegyikre, de rengeteg dolog derült ki már csak abból, hogy a fordítási fájlokat keresgélték a srácok. Illetve még egy update, amit lehet nem hallottatok, hogyha nem voltatok ott a streameken, mégpedig az, hogy az eredeti Forest fordításhoz, amit hát ugye szintén mi csináltunk, tervezünk egy nagyobb update-et kiadni, ami tartalmazni fogja a játékbeli grafikus update-et, ami annyit foglal önmagába, hogy az összes ilyen lore elem, például papírok, újságok, stb. Ezek minden lesznek fordítva grafikailag is magyarra. Ezekre láthatatok példát a Forestes videómban egyébként. Ezek fognak bekerülni majd a fordításba, illetve még a tervek szerint szinkront is tervezünk a játékhoz készíteni. Azt tudni kell a Forestről, hogy rohadtul nincs benne sok szinkron, tehát nem kellett egy egész csapatot összeverbúválni ahhoz, hogy ez működhessen. Nagyjából ennyit akartam elmondani így az első benyomásaimról a játékot illetően. A Sons of the Forest egy játék valaha, de még nem egészen egy olyan játék, amiről lehetne konkrét véleményt formálni, hiszen még early access a dolog, szerintem még korai lenne azt mondani, hogy egy jó játék vagy rossz játék, de mindenképpen egy nagyon impresszív dolog szerintem. De abban biztosak lehettek, hogy lesznek még Sons of the Forest-es tartalmak a csatornámon, kezdve ugye a sorozattal is, amit ugye a streamekből rakok össze. Ez azért is lesz jó, mivel akik esetleg végigkövették a streamet, azoknak is szerintem érdekes tud lenni a sorozat, illetve akik nem akarják visszanézni azt a 12 órát így vágatlanul, azoknak meg feltétlen érdekes lesz úgymond a sorozat. Szeretném megköszönni a figyelmet, illetve azt a rengeteg támogatást és pozitív kommentet, amit kaptam az elmúlt pár napban, hétben. Ez a Sons of the Forest videó nagyon megdobta a csatornát, és úgy érzem, hogy erre szüksége is volt a csatornának egy jó ideje már. Úgyhogy remélem, ez folytatódni is fog majd. Legközelebbi videóban találkozzunk, addig is, sziasztok!